túl vagyok a harmadik hónapon a T500-al, és az az igazság, hogy ez a hónap már nem volt olyan intenzív, mint az első kettő. A Honda T500 Scramblert júniusban kaptam meg tartós tesztre, és október közepén kell majd visszavinnem, és az első két hónap nagyon intenzív volt, ahogy az előbb mondtam is, amit arra értek, hogy nagy volt még a lelkesedés, újdonság volt, és mindenhova ezzel mentem, illetve voltak olyan programok, amikre lehetett motorral menni, mármint, hogy lehetett ezzel a motorral menni. Az augusztus pedig már nem ilyen volt, és ez nem a motornak a hibája, hanem egyszerűen baromi meleg volt. Ekkor voltak a családi nyaralások, utazgattunk gyerekekkel, kocsival, és így aztán nem annyira volt lehetőség motorozni. Ráadásul annyira meleg volt, hogy az pedig nem is annyira kellemes a motoron. De ennek ellenére nem mondanám azt, hogy nem voltak élményeim a motorral. Egyszerűen azt vettem észre, hogy elkezdett olyan lenni, mintha már teljesen az enyém lenne. És így is viselkedtem vele, nem volt az a nyomás, hogy tesztmotor, tartalmat kell gyártani, gyorsan-gyorsan menjünk ide, menjünk oda, fotózzunk, filmezzünk, nem tudom. És így aztán úgy kezdtem el használni, mint ahogy egy hétköznapi ember használna ezt a motort. Tehát az összes olyan helyre a Scramblerrel mentem, ahova mondjuk maximum egy gyereket vittem magammal, illetve ahonnan nem kellett bevásárlószatyrokkal hazajönnöm. Szóval teljesen a hétköznapjaim része lett, és ezt egy kicsit szégyellem is abból a szempontból, hogy a saját motoromat viszont alig használtam ebben az időszakban. Igazából eddig ebben a szezonban a Street Glide-dal mentem körülbelül 2000 kilométert, és nagyjából ugyanitt tartok a Scramblerrel is. Viszont ez napi szinten sokkal, de sokkal több motorozást jelent, hiszen nyilván a Street Glide-dal túrázni jártam, hosszabb utakat tettem meg, tehát ilyen 4-500 kilométert is akár egy alkalommal, így aztán ki lehet számolni, hogy hányszor ültem a saját motoromon idén. Ellenben a Scramblert azt minden alkalommal előtolom, amikor valami olyan helyzet adódik. És egyébként augusztus végére megfogalmazódott bennem egy olyan gondolat, hogy egyébként minek ennél nagyobb motor? Minek is kell nekem egy másik? Nem bőven elég valakinek egy 500-as Scrambler? És akkor persze mondtam magamban, hogy de hát a Street Glide azt kell túrázni, mert ezzel nem mentem el túrázni egyszer se, tehát ahogy mondtam, rövidebb utakra mentem, illetve csak ilyen Budapest környéki, tehát maximum a Telekre, ami olyan 50 kilométerre van, és akkor felmerült bennem még az a gondolat, hogy régebben voltak olyan motorok, illetve hát az első motorok azok olyanok voltak, aminek volt két kereke, volt egy tankja, volt egy ülése, kormány, és lehetett vele menni, és az emberek ezt használták mindenre is. És aztán ebből alakultak ki a külön specializálódott motorok, amik túramotor, adventure motor, cross motor, ilyen motor, cruiser, nem is tudom. Tehát ebből alakult ki az összes motor, és manapság már nem nagyon lehet kapni olyan motort, amelyik ilyen egyszerűen csak egy motor. De hát ami régen volt, hogy van két kereke, van egy tankja, ülése, kormánya, aztán gyerünk, menjünk. Hát most erre jutottam, hogy végül is ez a Scrambler, ez tudja. Erre való. Arra való, hogy felüljünk rá, és menjünk. És igazából mindenre is jó, és ha úgy veszük, akkor meg semmire se, tehát ez attól függ, hogy ki hogy nézi. Nekem például most az a nézőpontom, hogy mindenre jó. Bárhova el lehet vele menni, bármit lehet vele csinálni, tudom vele vinni a gyereket. Most, hogy van rajta már táska, kisebb vásárlást is meg tudok vele ejteni. A terepen nem esik kétségbe, és én se esek kétségbe a nagy súly alatt, ami ugye a Harley-nál a 340 kiló azért tud meglepetéseket okozni, akár egy murvás úton, vagy bármilyen terepen, hát nyilván azzal nem megyek terepre, de egy olyan útfelületen azért a nagy súly az akadály. És ennél ezek nincsenek. A Scrambler esetében ezt kifejezetten kommunikálják is, hogy a kisebb tereptől nem esik kétségbe, és tényleg teljesen jól működik. Az ülése az nem túl komfortos, tehát nyilván több száz kilométert nem fogok vele menni egy úttal, de ha Monza el tudott menni Vladivostokba a Rebellel, amit ugyanezzel a motorblokkal szereltek, akkor szerintem a CL500 is el tudna menni, csak legfeljebb nem lenne olyan kényelmes, mint egy cruiseren, vagy mint azon a kis bobberen. Egyébként, mivel még kilométerben nem tartok ott még mindig, hogy különösebb
nagy tapasztalataim lennének vele, hiszen most tartok ott, mint más egy kétnapos motorteszt alatt. Tehát az, hogy a városban ide-oda megyek, így nehéz kilométereket gyűjteni igazából. Viszont a hétköznapi használatban van tapasztalatom. Eddig egyszer fújtam a láncot, ami azt jelenti, hogy a láncnak a zsírozását azt 500 kilométerenként javasolják. Tehát ki lehet számolni, hogy az 1000 szerviz után, ha egyszer kentem a láncot, akkor még nem értem el a 2000 kilométert sem. Viszont ez alatt, az idő alatt nem volt semmi műszaki probléma, eltekintve attól, hogy a jobb oldali tükör időnként lecsavarodik. És ezt egyébként más motorokon is megfigyeltem már, hogy valamiért ugyanabba az irányba csavarodnak a menetek. És nyilván ez egy ilyen előállítási probléma, hogy egy ellentétes menetet kellene csinálni, hogy a menetszél ne csavarja le a tükröt, mert mindig csak az egyik csavarodik le, hogyha ugyanarra tekerednek a menetek. Ezen kívül, amit megfigyeltem, az az, hogy a váltó az elég kemény, tehát elég nagyot csattan. Igazából a Harley megirigyelni ezt a hangot, ami szerintem indokolatlan egy ilyen típusú motornál, vagy hát egy ilyen kis motornál. És a váltónak a beállítása is nagyon fura, mert annak ellenére, hogy ugye a Honda tréningen, amin voltam a CL500-akkal, azon megtanították a gázkezelését, és már sokkal-sokkal jobban tudom adagolni a gázt, hogy a gyerekek már nem fejelnek le minden alkalommal. Ennek ellenére nagyon rángat, tehát ha visszaváltok, akkor a motorfék annyira megfogja, hogy az nem ehhez vagyok szokva, kicsit kellemetlen. És nagyon előre tervezős az, hogy mikor váltok vissza, mikor váltok fel. Augusztusban volt a Csiga túra a csajokkal, illetve itt voltak az olasz lányok, akikkel Siófokon találkoztunk, és onnan együtt motoroztunk fel Budapestre, majd mentünk egy kört Budapesten belül. És igaz, hogy akkor a saját motorommal, a Street Guide-dal voltam, viszont előtte lejártam ezt az útvonalat. Siófokra nem mentem le a CL500-zal, viszont Budapesten mentem egy kört. Az már más kérdés, hogy közben lezártak minden Budapesten az augusztus 20-ai tűzijáték miatt, úgyhogy egy kicsit kalandos volt már a bejárás is, és végül a lányokkal nem is arra mentünk, úgyhogy ennek sok haszna nem volt, de legalább motoroztam egyet a városban. Illetve a gyerekekkel mentünk ide-oda, amikor csak egy volt, mert természetesen a táborok azok felváltva jöttek ki. Nem volt nyáron olyan hetünk, amikor mind a két gyerek egyszerre lett volna táborban, úgyhogy az egyik mindig itthon volt, és akkor azt a gyereket furikáztam motorra éppen, amelyik itthon volt. Viszont erre nagyon jó, mert a gyerekek jól érzik magukat hátul, még nincsenek elkényelmesedve, és nem túl kritikusak a hátsó üléssel kapcsolatban, bár ugye, ahogy az előző videóból látszott, a hugomnak kényelmetlen volt a hátsó ülés, tehát a gyerekek azok erre nem panaszkodtak. Mondjuk igaz, hogy ők ilyen 40-50 kiló körül vannak, és egyelőre kényelmesen elférnek a hátsó ülésen. Ami nekem para, hogy az én gyerekeim nem hajlandóak kapaszkodni a derekamba. Általában az ülés szélét vagy a motor kapaszkodóját fogják, és pont emiatt, hogy a CL500 eléggé rángat váltásoknál, emiatt nem nagyon érzékelem, hogy mi van hátul a gyerekkel, és gyakran érzem, hogy így megdibben egy-egy váltásnál, vagy visszaváltásnál, és akkor mindig megijedek, hogy elhagyom a saját gyerekemet. De hát nem tudom őket rábeszélni, nem tudok mit csinálni, hogy a derekamba kapaszkodjanak, és akkor érezném ugye, hogy hol vannak. És ami a rossz, az az, hogy most már csak egy olyan másfél hónap van hátra, amíg nálam van a Scrambler, pedig nagyon megszoktam már, és már elkezdtem elbúcsúzni tőle, és nagyon sajnálom, hogy hamarosan vissza kell adnom, mert tényleg, ahogy mondtam, a mindennapjaim részévé vált. És ahogy az előbb említettem, elgondolkodtam rajta, hogy igazából minek nekem ennyi motor. Így, hogyha nálam van egy tartós tesztmotor, mert a sajátomat nem használtam, és újságíró kollégák évtizedekkel ezelőtt már azt csinálták, hogy eladták a saját motorjaikat azért, mert hogy volt náluk egy tesztmotor, vagy esetleg kaptak tartós tesztre. Nekem ez az első ilyen alkalom. És én akkor is azt mondtam, hogy nem érezném magam motorosnak, ha nem lenne saját motorom. Szóval nagyon sajnálom, hogy nem sokára vissza kell adnom, de azért addig még van másfél hónap, amit maximálisan ki fogok használni. Végre az időjárás is kellemes, főleg ha nem esik az eső. Ez a 20-25 fok, ez ideális motorozásra, úgyhogy most még megyünk a gyerekekkel a külön órákra, megyek a városba motorozni, úgyhogy még azért beleteszek egy pár kilométert
a hátralevő időben. Ha kíváncsi vagy a hátralevő másfél hónapomra a CL500-zal, akkor iratkozz fel a csatornára. Ha tetszett a videó, akkor lájkolj. Ha bármilyen kérdésed van a CL500-zal kapcsolatban, akkor írd meg hozzászólásban, és iratkozz fel további motortesztekért, illetve mindenféle motoros csajos videókért. Sziasztok!